Kedden több mint 500 az ukrajnai háború elől menekülő embernek segítettek a budapesti Bokcsarnokban nyitott humanitárius tranzitponton. Az éjszakát 138-an töltötték ott. Magyarországra csaknem 600 ezer háborús menekült érkezett Ukrajnából az elmúlt másfél hónapban. Segélyszervezetek szerint a következő hetekben ismét tízezrek jöhetnek. A frontvonalak átalakulása miatt ugyanis a keleti ország részben élők a még békésebb nyugatra menekültek, azonban ha elhúzódik a háború, várhatóan ők is elhagyják majd Ukrajnát. És itt van velem Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Menekült kezelés előtt viszont egy mai hír. Moszkva közölte, hogy katonai célpontnak tekintik a NATO fegyverszállítmányait, illetve Amerika fegyverszállítmányait. Ez ránk nézve jelente bármiféle? Ez nem új. Ezt már korábban is kihangsúlyozták, hogy legitim célpontnak tekintik az ukrán területen levő fegyverszállítmányokat. Ez mondjuk logikailag, katonai logika szempontjából természetesen érthető. Meg akarják előzni, hogy az ukrán csapatok felszereltsége rohamosan fejlődjön, és ezáltal az orosz csapatok vesztesége meg növekedjen. Tehát ez egy érthető dolog egy háborúban. Mi úgy gondoltuk kezdetektől fogva, a magyar kormánynak a magyar nemzeti érdekekből kiinduló álláspontja az volt, hogy minden segítséget megadunk a humanitárius területen. Fogadtunk, most már meghaladtuk a 600 ezer főt, akik Magyarországra érkeztek, és hatalmas 3 milliárd forintos értékbe szállítottunk Kárpátaljára és nyugat-ukrán területekre karitatív anyagokat. Ez is egy példátlan nagyságrend, és támogatjuk azokat az erőfeszítéseket, mondjuk, amit az Európai Unió tesz újabb pénzügyi támogatások tekintetében, viszont Magyarország ki szeretne maradni ebből a háborúból, ezért sem katonákat nem küldünk, se fegyvert nem szállítunk, illetőleg nem engedjük azt, hogy magyar területről fegyverszállítmány érkezzen oda, éppen emiatt a legutóbbi hír miatt, amire ön is hivatkozott, hogy nagyon nem szeretnénk, hogy Kárpátalján, ahol jelentős magyar népesség él, egy tőlünk átérkező katonai szállítmány esetleg orosz támadás célpontjává tegye Kárpátalját, vagy éppen az ott élőket a szállítmány kapcsán. Kárpátalja kapcsán most ugye a légiriadók, a szirének, amelyek félelmet keltenek. Egyszer megszólal, másodszor megszólal, és az emberek azon kezdenek el gondolkodni, hogy most a Kárpátalján élők mennyire kell, hogy féljenek, illetve elindulnak-e, akik még ott vannak Magyarország felé. Ezt nehéz megítélni innen, ahol a biztonság van, és amelynek a fenntartására törekszik a kormány. Ukrajnában háború zajlik. Ebben jelentős veszteségek, szörnyű anyagi károk és óriási emberveszteségek történnek, mint minden háborúban. Azt gondoljuk, hogy egy elhúzódó háborús konfliktus fog itt kialakulni, tehát nem várható, hogy ez rövid idő alatt befejeződik. Még a tűzszünet feltételeibe se tudnak a felek megállapodni. Épp ezért arra számíthatunk, hogy a menekülőknek a száma az akár még jelentősen is növekedhet az eddigiekhez képest, és ha visszaemlékszünk arra, hogy a háború kezdetén az ENSZ adatai szerint, a prognózisa szerint 250 ezer menekült fog érkezni Magyarországra, most a 600 ezeret meghaladtuk, és azt prognosztizáltuk már akkor, hogy ez elérheti akár a 900 ezer főt is, ez nagyon komoly erőfeszítést igényel, és ebben nem csak a magyar emberek összefogására, a karitatív szervezetek erőfeszítéseire, hanem a magyar kormány erőfeszítéseire is szükség van, akár a szállítás elhelyezés, de akár a karitatív nagyságrend, pénzügyi nagyságrendhez állami tartalékok felszabadítására is szükség volt. Részben említette, de akkor megismételném, az Európa Tanács úgy döntött, hogy 3,5 milliárd eurós támogatást biztosít a menekülteket befogadó országoknak. Magyarország körülbelül 300 millió euróra számíthat ebből a helyreállítási támogatás forrásaiból. Alapvetően ez jó, hogy az Unió ez egy jövő idei,
Ez egy jövő idejű dolog, mert ugye eddig egy fillért sem. Így van, tehát ez egy jó dolog, hogy felismerte. A kérdés, hogy mikor lehet ebből pénzt látni, hiszen a magyar kormány Magyarország eddig önerőből, illetve felajánlásokból tudta biztosítani a menekültek ellátását. Hát a magyar emberek összefogásából, illetőleg a magyar államnak az erőforrásaiból, nemzeti erőforrásokból tudtunk erre pénzt biztosítani, és ugye nem csak arról van szó, hogy a menekülteket fogadni kell, hanem hát elég jelentős költségei vannak, gondoljon csak arra, hogy mennyi rendőr és más a rendvédelmi szervhez tartozó személy, vagy éppen a Magyar Honvédségnek az átcsoportosított erőit is a térségbe kell tartanunk. Ezek mind azért jelentős kiadást jelentenek, különösen akkor, hogyha azt ezzel egy időben nem változott a helyzet a déli határainkon, és az ottani migrációs nyomás miatt ugyanolyan komoly rendőri és katonai erőket kell ott állomásoztatnunk, folyamatos nyomás alatt tartott határszakaszon. 45.500-at meghaladta az elfogott határsértők száma, ez igen jelentősen meghaladja a tavalyi év ugyanezen időszakában a déli határon elfogottak számát, tehát komoly biztonságpolitikai kihívást jelent, komoly belbiztonsági kihívást jelent a kormány számára. Ez a kétfajta helyzet kezelése, a menekültek fogadása és a határbiztosítás, illetőleg a határőrizet, ahol sajnos azt kell lássuk, hogy egyre több a nagy csoportos elkövetés, több száz fős a napi mozgás, mert nem csak azokat kell számolnunk, akik átmásznak a kerítésen, azokat is, akiket sikerül ebben megakadályozni. Tehát egy nagyon komoly erőfeszítésre van szükség, ahol a katonák és a rendőrök példás szolgálatellátással biztosítják a magyar emberek biztonságát. És ugye csak idén több száz embercsempészt fogtak a déli határon, és már annak idején is, amikor Szíriából megindult a menekültömeg, nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy kockázattal jár, és ezt használják ki a menekült tömeget a szervezett bűnözés, illetve a szervezett bűnözők. Kell-e attól tartani, hogy most az orosz-ukrán háborút is kihasználják? Vannak ilyen információk, hogy például a Belorussziában a még a háború előtt emlékeznek talán a kedves nézők, hogy igen nagy számba a belorusz elnöki elgondolás szerint ugye Európai Uniót nyomás alatt lehet tartani a lengyel-litván határt elsősorban. Egy részüket haza lehetett szállítani, egy részük azonban ott maradt, és nem lehet kizárni, hogy ők nyilván megpróbálnak Ukrajnán keresztül bejutni az Európai Unióba. Nyilván ennek annak is a függvénye, hogy a háborús cselekmények hogy alakulnak, mert nyilván háborúban nem mennek bele, de hogyha módjuk van azt elkerülni bármilyen útvonalon, akkor erre is számítani lehet. Épp ezért fontos, hogy ne csak segítsük az érkezőket, hanem megfelelő kontrollt is biztosítani tudjunk. Ez megint csak a magyar belső biztonság alapvető kritérium, amit 2015 óta mondunk, hogy az, hogy kit engedünk be a határon, kiléphet be hozzánk, azt a magyar hatóságoknak, a magyar jogszabályok törvényes alkalmazásával kell eldöntenie, és ez egy nagyon fontos biztonsági kérdés. Említette, hogy azért akár a 900 ezer, 1 millió menekültre is lehet prognosztizálni a mostani háború kapcsán. Fel van-e arra a Magyarország készülve, hogy akár ennyi embert, vagy még többet befogadjon, ellásson, illetve a mostani ellátás mennyire tud még zökkenőmentes lenni, hiszen egyre többen érkeznek és vannak itt. Ez az egész háborús helyzet a magyar emberek szempontjából, a magyar gazdaság, a magyar biztonság szempontjából egy rendkívül veszélyes és egy nagyon komoly odafigyelés és a nemzeti érdekeknek egy nagyon tudatos alkalmazását és védelmét jelenti. Azt szoktuk mondani, hogy nem el szeretnénk azt kerülni, hogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát. Itt arról is van szó, hogy mi a magyar kormány ezekben a kérdésekben mindig a magyar nemzeti érdekek képviseletében foglal állást, ilyen például a gáz vagy az olajszállítások kérdésköre, amelyik bekövetkezése esetén olyan rendkívül súlyos hátrány érni a magyar lakosságot, a magyar gazdaságot, a magyar ipart, amelyik messze aránytalan lenne azzal a sikerrel, amit elérhetnénk esetleg az oroszok presszionálásában, nyomás alatt tartásában. Épp ezért itt mindig a magyar emberek érdekéből kell kiindulni, és ezt mivel a közelmúltbeli választáson a magyar lakosság ezt megerősítette, a magyar kormány ezt a politikáját fogja folytatni az új kormányciklusban is.
És semmit nem engednek belőle, változatlan akkor az álláspont. Ez egy határozott álláspont, sem fegyverszállítás, sem fegyverszállítmányok átengedése, sem pedig a magyar embereket, a magyar ipart, a magyar gazdaságot súlyos hátrányba részesítő, ezáltal tehát nemzetbiztonsági jelentőségű kérdésben egyértelmű az álláspont, ami most került politikailag megerősítésre a választásokon. Bakondi György, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.